Jó napot kívánok mindenkinek, és köszöntök mindenkit itt az Országos Széchenyi Könyvtárban, az Orientalisták az OSK-ban előadássorozat harmadik évadának záró előadása alkalmával. Mai előadónk Birtalan Ágnes, az ELTE Belső Erzsébet tanszékének vezetője, a magyar mongolisztikának és keletkutatásnak az egyik prominens alakja, akinek a szárnyal rengeteg új, friss kutató és tanítvány került ki, és most kifejezetten olyan előadást kértünk a tanárnőtől, ami nem csak a úgymond szokásos kutatási témához, például a belsőzés sámanizmus kutatásához kötődik, hanem úgymond egy kulturális és tudományos csemegét mutat be nekünk, amelyet külföldön is nagy érdeklődésre számot tartóan adott már elő, úgyhogy én át is adom a szót a tanárnőnek. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő jelenlétüket, és egy bocsánatkéréssel kell kezdjem. Ugye tapasztalt tanárként gyakran hallom a hallgatóktól, hogy elromlott a gép, nem tudta elhozni a prezentációt, stb. És képzeljék el, hogy én általában azért nagyon szoktam arra vigyázni, hogy már előző nap készen legyen az anyagom. Most a nagyon-nagyon sok és sűrű programom miatt ma még dolgoztam rajta, és elment az áram 3 órára a lakásunkban. Úgyhogy sem a magyar nyelvű PPT-m nincs itt, pedig gyönyörűen dizájnoltam a címdiát, ahova felírtam fekete alapra, fekete betűkkel, kék kerettel, hogy Genghis Khan fekete könyve. Hát remélem esetleg majd el tudom küldeni, és akkor meg lehet majd nézni a magyar nyelvű változatot, amennyiben a gépen feléled, mert amikor visszajött az áram, a gép nem kapcsolt be. Tehát most éppen itt izgulok. Mármint remélem, hogy minden rendben lesz. Viszont a pendrive-jaimon volt egy angol nyelvű változat, ami nem egészen ezt célozza meg, ami a mai témánk, úgyhogy egy részét handoutra kitettük, illetve a kontextusát azt be tudom mutatni, elnézést kérek, néhány képpel és az angol nyelvű kísérőszöveggel, és magáról a könyvről pedig részben a handouton, részben hát pedig rám hagyatkozva kérem, hogy ez egyszer nézzék el, pedig a kedves felvezető szavakat megköszönve, akkor szokott probléma lenni, amikor sámánizmusról tartunk előadást, tehát olyankor szétestek a diák, mit tudom én, elment a villany, volt már ebből egészen furcsa, és akkor te miattad van, tehát ezt elég gyakran hallottam. Most nem tudom, hogy miért van ez, illetve hát ebben a rohanó időszakban, amiben benne vagyok nyilván, lassítanom kell, és akkor még egyszer elnézést kérve, azért szeretném képileg is egy kicsit a hátterét megadni a témámnak. Ez az előadás, ami a kontextusát fogja jelenteni ennek a bizonyos műnek, amit úgy fordítottam magyarra, hogy Szent Genghis Khan fekete könyve, majd a fordításon még itt elmélkedhetünk, és természetesen filológiai jegyzetet is tehetünk hozzá, de ez így a nyelvünkön jól hangzik, tehát én ezt választottam. A szerző, illetve az, aki lejegyezte ezt a művet, Szent Katonai Bálint Gábor, aki hát a tudományban, illetve néha a politikában egy eléggé kérdéses személyiség. Az én egyik tisztem az, és ezért is hoztam el néhány művet, amelyeket be is mutatnék, hogy az ő tudományos értékét kiemeljem, és nem foglalkozom természetesen azzal, az nem tisztem, azokkal a műveivel, vagy azokkal a nézeteivel, amik esetleg szembe mennek egy olyan tudományossággal, ami igazolható, az ő ötletei pedig inkább ábrándokon vagy elképzeléseken nyugodtak. Hát ez nagyjából megegyezik azért ezen a dián látható szöveg, amiről szeretnék beszélni. A korszakot mutatnám be, amiben Bálint elkezdte ezt a tevékenységét, majd pedig azt az indítatást, hogy miért is fogott ő neki, annak a nagy útnak, ami hát az egyik első, 19. századi nagy, szinte klasszikusnak mondható keletkutató terepmunka volt, és hogy mi ez a mongol anyag, ami hát több mint 100 évig feküdt a polcokon, néhány kutató érintette csak egy-egy cikkkel, nem mintha nem tudtak volna vele foglalkozni, de mindenki, ugye a mestereim is egy kicsit tologatták, hogy majd, és végül is 2010-es években én hozzáfogtam a kiadásához, és ez rejti ezt a nagyon izgalmas művet. Mivel ez külföldieknek készült Jénában a Deutscher Orientalisten tagra, ezért
itt a jelenlevőknek ezt nyilván nem kell bemutassam, a történeti hátteret, ez a reformkor volt, amikor megindul a nyelvnek és a magyar történeti gyökereknek a kutatása. Kőrösit viszont kiemelném és megemlíteném azért, hiszen a szintén székely, szentkatolnai születésű Bálint Gábor kőrösi nyomdokain indult el bizonyos szempontból, és próbálta meg a magyarság gyökereit, bölcsőit, nyelvészeti, majd később ugye erre építve egy kicsit a történelembe is bele nyúlva igazolni vagy bizonyítani. Tehát Kőrösi volt az egyik mintakép. És Bálint Gáborról ezt a pár gondolatot emelném ki, amit itt ezen a dián, amit legelőször is bemutattam, láthattak. Egyébként ez a kép abból a szempontból is izgalmas, hogy 1868-ban készült, és ez azt jelenti, hogy azelőtt, mielőtt elindult a nagy keleti felfedező útjára. Számít az, hogy ki is emelte mindig a naplóiban, beszámolóiban, hogy erdélyi, az a székely eredetű, és ami az én szempontomból, vagy a jelenlevő turkológus kollégák szempontjából is érdekes és izgalmas, ez az, hogy én úgy gondolom, hogy az altai nyelvek között, és a mongolban mindenképpen a világon elsőként, és nem túlzok, volt az, akinek a figyelme, bár ráirányították, azt majd mindjárt szó lesz arról, hogy hogyan is történt ez, de akinek a figyelme a beszélt nyelvekre, illetve az úgynevezett, most néha úgy nevezzük, hogy úgy hívjuk, hogy a vernacular culture, tehát a népi kultúra irányába fordult. Tehát nem a klasszikus szövegeket vallatta, mint a mongolisztika nagyjai Európában, hanem a nép nyelvet próbálta meg leírni. Nem mellékesen az eszperantisták ismerik, hogy ő az eszperantó mozgalomnak a megalapítója, és éppen ezért elég nagy tiszteletben is tartják, és azt is lehet tán tudni, hogy persona non grata lett az úgymond tudományos, nem csak úgymond, hanem a tudományos körökben, mert a nézetei, illetve a nézetei, amelyek nagyon hamar egy olyan kanyart vettek nyelvészetileg és történetileg, és ami nem egyezett, még egyszer hangsúlyozom, történetileg és nyelvészetileg igazolható tényekkel. És időnként ma is néhány szélsőségesebb megnyilvánulásnak emblematikus figurája. Ez a bizonyos utazás, amiről én beszélni szeretnék, és amihez a Genghis Khan fekete könyve is tartozik, ez 1871 és 73 között zajlott. A 74-es dátum azért van ott, mert akkor tért vissza, és akkor írta meg híres jelentését, amelynek el is hoztam egy újra kiadott példányát, meg lehet majd tekinteni. Nem tudom, adjam körbe esetleg, vagy jó, rendben. Akkor ezt körbeadom. Elnézést kérek, én ezt keresztül kasul összefirkáltam, teleragaszgattam. Nem probléma, ha néhány ilyen posztit kiesik, mert tudom, hogy miről volt, meg miről van szó. Csak nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt lefordítsuk angol és mongol nyelvre, ugyanis a mongolok számára primér forrás, az angol nyelvre pedig az, hogy ezt a különleges teljesítményt, ezt én úgy gondolom, hogy nemzetközileg meg kell ismertetni. Tehát 1874-ben számolt be az akadémián eredményeiről. A forrásaim, amire az ő munkásságának kontextusát alapoztam, azok részben a levelezése, részben pedig egy töredékes napló, amelyet Zágoni Jenő állított össze a Szegedi Egyetemi Könyvtárban őrzött naplótöredékekből. És hát egy-két dolgot azért kiadott ő is, annak ellenére, hogy végül is a mongol anyagát soha nem jelentette meg. Ez óriási veszteség a tudományosság számára, ezt hamarosan hangsúlyozni fogom, hogy miért. A mongol anyag alapján végül is egy munkát írt meg, a többi az kéziratban maradt,
és ez pedig a Grammar of Eastern and Western Mongolian Languages. Nem véletlenül mondom angolul, hisz maga a szerző is angolul írta meg. Tehát ő nemzetközi karrierre készült, illetve a nemzetközi tudományosság elé szánta műveit. És akkor ez a bizonyos utazás 1871-ben Kazánba ment, ennek a híres eredménye, ezt egyébként feldolgozta ezt az anyagát, és ki is adta, később Berta Árpád 1988-ban újra kiadta, és néhány részletet javított benne. Ekkor kezdte el ezt a tevékenységét, hogy beszélt nyelvet gyűjt. És az első célcsoportja az a Volga mentén élő keresztény tatárok voltak. A keresztény tatárok között pár hónapot töltött el, és azt még nem emeltem ki, de ezt lehet, hogy akik Bálinttal valaha találkoztak a nevével, vagy foglalkoztak írásaival, akkor hallottak róla, hogy igazi nyelvtehetség volt. Tehát tényleg hónapok alatt sajátított el nyelveket, és nem csak a konyhanyelvi beszéd szintjén, hanem mélységeiben. Ennek egyik ragyogó példája a kazani tatár tanulmányai, amelyet feldolgozott és megjelentetett. A Volga mentén tovább utazott a kalmükökhöz. A kalmükök, és akkor itt jönnének ugye az önök számára elkészített diasorom, sajnos reméljük nem halt meg a gépemmel együtt, az a térképet, tehát hogy lássuk, hogy milyen volt az utazása. Asztrahányba ment, és Asztrahányban a nyugati mongolság egyik ága a kalmükök nyelvével kezdett foglalkozni. Korábban már tanult klasszikus mongolt, mint ahogy Európában általában ez volt a trend, hogy klasszikus mongollal foglalkoztak a mongolisták, vagy altaisták, de a kalmüköt is pillanatok alatt elsajátította. Ez még hozzájárult az is, hogy amikor Kazánban volt, vagy Kazány, tehát Kazánban volt, akkor ő a Duhovnaya Akadémia, azaz a Misszionárius Akadémiának volt a vendége, és azokkal a leendő lelkipásztorokkal tanult együtt, akik misszionálni indultak volna például a kalmükök közé. Tehát ott ő már megalapozta ezt a nyugati mongol, azaz kalmük tudását. A következőkben, tehát pár hónapot eltöltött, 8-9 hónapot eltöltött Asztrahányban a kalmükök közt, majd pedig tovább indult, nem nagy örömmel, ezt azért be kell valljuk. Mondhatni a leveleiből néha az szűrődik ki, hogy inkább archívumi könyvtározó vagy olyan szobatudós féle lenne, annak ellenére, hogy háromszor is látható a handouton. A handouton, hogyha vetnek rá egy pillantást, lehet látni a kutató útjainak a rövid summázatát, de visszament Pétervárra a kalmüköktől, majd pedig írogatta haza egyik patrónusának, Fogarasi Jánosnak, aki hát a Cucor-Fogarasi féle szótárnak volt az egyik szerkesztője, és egyébként Bálint indítatásánál nagyon fontos szerepet játszott abból a szempontból, hogy ő irányította rá a figyelmét a fiatal tudósnak, hogy a beszélt nyelvvel kell foglalkozni, és nézze meg azt, hogy hogyan hangzik ez, amit eddig csak írottként ismerünk. Nos, és visszakanyarodva, Péterváron, a Szentpétervári Egyetem orientalisztikai tanszékén tanult, újabb nyelveket próbált meg első sikerrel, például finnugor nyelveket, mandzsutunguz nyelveket, a kínaiba is ugye bepillantást kapott, és írogatta haza Fogarasinak, hogy hát én nem mennék el oda a legbelsőbb Ázsiába, tél van, hideg van, nem árulok el titkot, a leveleiben benne van, a körbeadott munkában meg lehet nézni. Ott néha írja, beteg is vagyok, én nem mennék tovább. De Fogarasi nyilván és a hazai körök, köztük a Tudományos Akadémia, akitől kapott pénzügyi, anyagi támogatást is, próbálták rávenni, hogy hát azért ez még nincs befejezve, ez a kutatóút. És akkor ő átgondolta, és télen nekiállt egy Szibérián keresztül vezető hosszú szán utazásnak, és eljutott legbelsőbb Ázsiába, Urgába, azaz a mai Ulánbátor területe. Urga az oroszos formája, számos mongol neve van, ez az egyik mongol elnevezésének egy kissé oroszosan ejtett formája, és ott
kezdett el lejegyezni halha nyelvi anyagot. A halha, ez napjainkig is a meghatározó nyelve, tehát a mongolian proper, ahogy angolul szoktuk mondani, tehát maga a mongol, azaz a mongol köztársaságban beszélt hivatalos nyelv. Íme a Zágoni Jenő által kiadott könyvből egy térkép, tehát hogy hogy is zajlott ez az út, itt most elnézést talán kevésbé látszik, különböző útja, de az egyik első, tehát nem az egyik, hanem az első, az Kazán, Asztrahány, majd pedig Szentpétervár és Urga útvonalon vezetett. Ez egy kicsit így kivetítve nem annyira pontosan látszik. És akkor még egy pár gondolattal visszatérve, tehát a kazáni tataranyagokat feldolgozta, íme itt Ilminszki, a kazáni tatár mestere, aki ráirányította a figyelmét a keresztény tatárok nyelvére, és az általa akkor kiadott munka. És Fogarasi, aki ugye nagy hatással volt rá, és az indítatásában, és anyagilag is elég erőteljesen szerepet játszott. Itt azért vannak köztünk, akik foglalkoznak ezekkel a nyelvi párhuzamokkal. Nézzék meg, nyilván Fogarasi kedvéért is, és saját maga szórakoztatására, bár a mongol anyagot nem adta ki, de elkészített egy szótárkát, aminek ez a címe, hogy a magyar és a mongol nyelv terén talált párhuzam, és ott van mongolul is alatta, a magyar-mongol kojár kele adildgakobicsig, azaz mai mongolul magyar-mongol hoirhilig adildgakobicsig, ugye ez így hangzana. Ebben ezernél több megfelelést talált, amelynek a nagy részét később a nyelvészek, például Ligeti professzor megcáfolta, de van közte számos olyan, ami megfelel, és általában azért a török nyelven keresztül került be, mind a mongolba, mind pedig a magyarba. De van közte néhány kalandor ötlet is. Én amondó vagyok, hogy azóta, mióta ez elkészült, azóta nagyon sok nyelvjárási anyag került elő mongol területről, magyar nyelvjárási szótárak is készültek, tehát egy revíziót érdemes mindenképpen ezen az anyagon csinálni, ha nem is olyan nyelvhasonlítási módszerekkel, ahogy Bálint ezt tette. A korabeli kortárs tudósok, mint a híres német kutató Jülk figyelmét nem kerülték el a magyarországi események, és ezt írta 1877-ben, igen, ezt írt 1877-ben a magyarországi mongolisztikáról. És ezért mondtam azt, hogy az ő kezébe oda került például ez az összehasonlító szótárka, amiről így nyilatkozott, hogy ez inkább egy nemzeti büszkeség, mint sem tudományos eredmény, de azért érdekes lehet. Viszont, ha Bálint ekkorra publikálta volna a beszélt nyelvi gyűjtött anyagait, amiről itt szó lesz, és amit hát én ugye a későbbiekben kiadtam, ez a vaskos kötet, ez például az Asztrahányban gyűjtött nyugati mongol, tehát a kalmük anyagnak a feldolgozása és elemzése, akkor Jülg nem így nyilatkozott volna a magyarországi kutatásról, hanem a magyarországi kutatás az élvonalba löködött volna abba a pillanatban, mert a későbbi, tehát beszélt nyelvi kutatásokat Bálint évtizedekkel megelőzve hozott létre egy olyan nyelvi korpuszt, ami hát nagyon-nagyon-nagyon sajnálatos, hogy abban az időszakban végül is nem került kiadásra. És íme ez az a három kézirat, amit Bálint hátrahagyott. Az egyik ez a kalmük, annak a feldolgozását láthatják ebben a könyvben. Azt a címet adtam, hogy Philological Studies on the Basis of Gábor Bálint Szentkatolnász Kalmük Text, azaz a különböző típusú folklór, illetve néprajzi narratíva szövegeket külön elemzéssel vizsgáltam. Megtalálható a könyv végén maga a szövegnek a fényképe is, úgyhogy lehet bogarászni benne. Kicsit hozzá szoktatja az ember a szemét, azért ez olvasható, főleg persze azért nem árt tudni, hogy mi van a kalmük szövegben.
és ezek fordításokat tartalmaznak, illetve a fordításokhoz készült magyarázataimat. Ez tehát az első. A második, ez a Halha, tehát Mongólia központjában gyűjtött anyag, ami még várat a publikálásra. Ezen dolgozom, és nagyon nagy idő telt el. Most már én is lassan itt bálinti mértékkel mérem, hogy még mindig nem adom ki, mert ezt 2011-ben adtam ki, 2009-ben a összehasonlító nyelvtant, amiről rögtön szólni fogok. És a Halhát nagyon-nagyon ki kéne adni, csak hát valahogy egyelőre még kevés volt az időm hozzá. Abban van ez a bizonyos Genghis Khan fekete könyve, tehát a második, a 88 kézirat oldalt tartalmazó Bálint szövegek közt, és a harmadik, amiből nem hoztam elnézést, mert rájöttem, hogy otthon sincs belőle példányom, ezek itt a saját példányaim, amiket behoztam, az pedig ez a bizonyos összehasonlító nyelvtan. Megint csak nemzetközileg is először készített el egy olyan összehasonlító, beszélt nyelven alapuló nyelvtant, aminek a gyűjtése az alapja. Persze felhasznált írott szövegeket is, írott mongol szövegeket is, de a saját gyűjtését helyezte előtérbe. Nagyon jó az angolsága egyébként. Nagyon jó. Ezt onnan is tudom, például, hogy amikor írok Bálintról, többnyire sajnos angol nyelven, szívesen írnék magyarul is. Jó lenne több olyan fórum, ahol erről szólhatnék. Bár azért van, és ezt is elhoztam önök figyelmébe ajánlva, a keletkutatásban szenteltünk egy Bálint évfordulós tanulmánykötetet, ahol a sorozatban már előadott Vásári tanár úrtól kezdve a Bálint tanulmányok részterületeit dolgoztuk fel. Úgyhogy a nyelve azért annyira jó, hogyha leadok egy cikket angol nyelvi lektorálásra, akkor a Bálint szövegekben nem nagyon szoktak hibát találni a lektorok. Jó, idézőjeles, nyilván arra azért figyelnek, hogy idézetbe, bár volt már olyan eset, hogy idézetekbe is belejavítottak, de minden esetre nagyon jó angolsággal, hát korabeli, de azért elég jó angolsággal írta meg. Íme a két könyv, amit kiadtam, amiből nincs itt példány, ez a összehasonlító nyelvtan, illetve jobb oldalon, igen, látható a kalmük anyag. És akkor ez az egyik utolsó, még mindig sajnos a Halhát, tehát ami egy nagy falat, és nagyon izgalmas lesz remélhetőleg a mongolok számára is, de ezelőtt sikerült megjelentetnünk egy olyan könyvet mongol és magyar nyelven, ami... Angol, magyar. Jó lenne magyarul egyébként, tényleg. Tehát angol és mongol nyelven, ami Bálint tevékenységi, mongolisztikai tevékenységét tekinti át, tehát minden oldalról és minden területről. És a címet, hogy Genghis Khan nyílt szívű népe, ezt én Bálint egyik szövegéből kölcsönöztem. Tehát ez a következő munka, amit Bálint hagyatékának szenteltünk. Akár a kalmik, akár a halha szövegek, és akkor most közeledünk a Genghis Khan fekete könyve kézirathoz, a következő típusú vagy műfajú szövegeket tartalmazza, például néprajzi leírásokat, más utazóknál is van. Bálintnál az a lényege, hogy ő a hangzó nyelven jegyezte ezt fel. Buddhista narratívák, vagy a korabeli buddhizmusnak különböző részterületeit mutatja be, és a halha szövegeknél egy kicsit, hát nézzünk bele a kutatónak a módszertanába. A kazáni tatárok közt és a kalmükök közt Asztrahányban a következő volt a módszere, ahogy említettem, ő inkább azért szeretett egy helyben maradni, tehát nem úgy volt klasszikus terepmunkás, hogy na akkor irány a sztyeppe és a jurták, kibitkák között gyűjtünk, hanem szépen megtelepedett Kazán közepén, aztán Asztrahány közepén, és keresett egy-egy iskolát magának. Remek választás, nagyon jó ötlet. Ugyanis ezek az iskolák gyűjtőhelyei voltak a különböző nyelvjárású és népcsoporthoz tartozó fiataloknak és tanároknak,
tanároknak, így a Kalmük nyelvtanárának például, akitől rögtön tudta ellenőrizni is az ő adatait. A mongolok között, tehát nem a nyugati mongol, tehát a kalmükök között, hanem a urgai, azaz belső Ázsia közepén más módszerre tért át. És ez a módszer az, hogy szinte egyetlen egy adatközlőre építette a gyűjtését, és ez az egy adatközlő, ez egy láma volt, egy szerzetes, egy buddhista szerzetes. Ahogy Bálint írja, Harlam, azaz fekete szerzetes, ez azt jelentette, hogy volt felesége, családja, és sokat vándorolt. Az általa közölt szövegeknek a nyelvi elhelyezése még egy picit problémás, Kara professzor és néhányan, akik még ezzel foglalkoznak, inkább egyfajta nyugati halhának vélik, vagy pedig a kalmük nyelvi hatását látják benne. Viszont ebből adódik, hogy nagyon sok az olyan szöveg, ami a buddhizmushoz, vagy a szakirodalomban gyakran úgy találkozunk vele, lamaizmushoz kapcsolódik, kötődik. Ez a korpusznak a leírása, a kalmük az terjedelmesebb, ahogy itt látható 187, a halha az csak 88 oldalnyi, de én úgy gondolom, hogy jó néhány része elveszett. Ez az, amit ő átírt, nagy pontosságú tudományos átírással, és van, amiről ő szól, hogy elvégezte azokat a munkákat, de végül is egyenőre nincs meg. Lehet, hogy örökre elveszett a tudományosság számára. És akkor ezt bemutatnám, hát ez a korabeli Ulánbát, mai Ulánbátor, ugye korabeli Urga, ez az orosz konzulátus. Túl sok épület akkoriban még nem volt, ahogy ezt így láthatjuk a környezetből is, viszont jó ajánló leveleket kapott Szentpéterváról, ezért a korszaknak egy nagyon meghatározó történeti személyisége, aki így az európai-ázsiai kapcsolatok rendezésében, tehát a Mandzsu-Csin birodalom, illetve az orosz birodalom között is sikerrel közvetített, Sismárjov volt a konzul, aki Bálintot nagy örömmel és szívesen fogadta, a konzulátuson az előbb látott épületben adott neki helyet, a második szinten, ez Bálint pontosan leírja, és ő szerezte számára az első adatközlőket is, így például ezt a lámát. És a nyelvtanban, amit ő angolul írt, ez az egyik bejegyzése, hogy hogyan is dolgozott és mit jelentett számára az urgai működés, hogy a 155 vagy 150, én ebben egy kicsit bizonytalan vagyok, hogy most melyik is a jó, nem csináltam mást, mint leírtam fonetikusan azt, amit a láma diktált nekem. Köztük, és itt megjegyzi a Geserkán, tehát ez a belső ázsiai tibeti mongol eposznak a szövegét is. Na hát ez nincs meg. A mongol kutatók nagyon nagy sajnálatára. Mit tartalmaz ez a halha anyag, amiben benne van a Dzsingisz fekete könyve is? Hát először is párbeszédeket, amiket Bálint a kor etikettjének megfelelően, nagyon izgalmas ebből a szempontból is vizsgálni, kor etikettjének megfelelően jegyzett le folklórszövegeket, köztük dalokat vagy meséket is. Van egy-két áldásszöveg, amelyet egyfajta italáldozat során mondanak el, vannak találós kérdések, és van egy-két egészen különleges dolog, ezek az úgynevezett anekdótái, amelyek szintén egyetlen lejegyzések, tehát nincs párja, és a korabeli ilyen nemzetkarakterológiát mutat be, tehát hogy milyen a mongol, milyen a kínai egymással, hogyan vetekednek, természetesen általában a mongolok javára dől el a rövid történet. Vannak etnográfiai narratíváik, mint például a lakodalomról, vagy pedig, és ez egy különleges, itt a legalsó, hogy temetési rituálét is tudott gyűjteni. És akkor van néhány buddhista narratívája, illetve szakrális szövege. Köztük egy igazi csemege, egy átok szöveg, egy fogadalomszöveg, általában tolvajok mondják, hogy nem ő volt a jószág eltulajdonítója, na és ezek között van a 71-től a 79. oldalig, a mongolul így hangzik, hogy Dzsingisz Bogdháni Hárdiptrén Dotrász Karakszan Ug, azaz szó szerint Dzsingisz Szent Kán fekete füzetéből,
talán a diftírt itt a mongol kontextusban füzetnek fordítani jobb lenne. De hát ezen még majd jegyzetelünk, és még azt hiszem, hogy elmélkedünk is. És az ebből kiemelt szavak, valamint az utolsó szöveg sem kevésbé érdekes, a dalune nom, azaz a scapulimensi, vagyis hát a lapockacsontból végzett jóslás. És íme a szöveg, ez a Genghis Khan fekete könyve, ami a handouton is, a kiosztott handouton is megtalálható, és hogyha van kedvük, lehet belőle bogarászni, olvasgatni, hogy is néz ki, vagy mit is tartalmaz ez. Hát a teljes kiadása még várat magára, viszont tehát itt a handout második oldalán található meg, és a beígért politikai profécia szövege is itt van átírásban. Viszont egy előzetest én kiadtam Japánban erről a munkáról, ami a Northeast Asian Studies-ban jelent meg, és ahol Ivanics tanárnő akkoriban írta a disszertációját, és én abból merítve ennek a műnek, mint királytükör, mint intelmek, és mint az uralkodói jelképek szempontjából készítettem el egy vizsgálatát. De a teljes fordítás nem tartalmazza, tehát az még mindig várat magára. Azért vannak benne nem egészen könnyen érthető részek. Hát ezért is vesztett nagyon sokat a tudomány, hogy Bálint annó nem dolgozta ezt fel. Hát ő még vélhetően mindent értett belőle. És hát néha még a mongol kollégák segítségével sem tudjuk felfejteni, vagy találgatunk, vagy analógiák alapján dolgozunk. Tehát ez lenne maga a mű. És akkor áttérek az előadásom második részére, arra, hogy mi ez a kis munka. Ez egy szóbeli hagyományt rögzít, mert az adatközlője, a láma tolba mondta neki. Ugyanakkor a címében benne lévő diptír arra utal, hogy ennek volt írásos változata, létezett. Ilyenről azonban nem tudunk. Sem a mongol kollégák, sem a külföldi kollégák, én még Rahe Vilcet is megkérdeztem, aki a mongolisztikának nagy öregje volt, sajnos nemrég távozott közülünk, és mondta, hogy nem. Tehát sem Mongóliában, sem külföldön nem tudnak ennek egyfajta eredetiéről. És itt következnének azok a diáim sajnos, amelyek a gépemmel együtt most nem tudni, hogy merre vannak, ahol azt az összehasonlítást végeztem el, hogy a következő szempontok alapján hogyan elemezhető ez a szöveg. Az egyik az, hogy történetileg mennyire megbízható. Hát történetileg vannak olyan motívumok, amelyek a párhuzamba állítható korabeli historikus művekben megvannak, vagy később előkerülnek ugye a mongol-török hagyományból. Ilyen például az, hogy a buddhizmus, ugye buddhista szemszögű az egész narratíva, a mongolok között elterjedt, ismert volt, uralkodó vallássá lett, tehát tételes vallássá, ami a birodalom és az államalapításnak egy fontos feltétele. Történeti tény az is, hogy Genghisnek 4 fia volt, és 4 fia között osztotta fel a birodalmát. Történeti tény az is, Ivanics tanárnő művével összhangba, hogy az uralkodásnak különböző szimbólumai, inszinjái voltak, amelyek szintén megjelennek, és amelyek viszont már, és innen jön a folklorizálás, és ide szeretném vezetni majd a gondolataimat, hogy ennek a folklorizálásnak mi volt az oka, hogy egyfajta identitáskeresés, illetve az, hogy a mongolságnak az immáron 200 éve, Mandzsu birodalomba bezárt mongolságnak milyen identitás és a valláshoz kötődő jelenségei lehetnek. Tehát amit a láma tolba mondott neki, ennek a műnek a következők a legfontosabb jelentőségei, pontjai, hogy és most keverni fogom, inkább a narratíva, a kronológiáját mondom el, és keverni fogom a történeti és nem történeti részeket. A historikus az, ahogy kezdi, hogy a buddhizmus először a mongolok közt terjedt el.
Történeti tény viszont az, hogy bár a buddhizmus inkorporáló vallási rendszer és türelmes a hagyományos hiedelmekkel, vallási rendszerekkel, ennek ellenére azért voltak olyan törvények, főleg a 17. századtól, amelyek a buddhizmus érdekeit szolgálva a sámánizmushoz kapcsolódó rituálékat kiszorították. Nem tűzzel vassal, hanem inkább a törvényekben büntetéssel, jószágokat kellett érte, jó keményen. Tehát az úgynevezett bodmal, ami a mongol hagyományos műveltségben ugye a nagy testű lábas jószágot jelenti, tehát azért keményen megbüntették, aki az Altaj hegyén kígyókat áldozott. De azért itt is voltak kiskapuk, tehát ezek a törvényszövegek nagyon jók, amennyiben megértjük őket, mert hát ugye elég lakonikusak, és nem biztos, hogy mindig pontosan tudjuk a kontextusát. Tehát történeti tény az, hogy a buddhizmus úgy terjedt el a mongolok közt, hogy perifériára szorítja a sámánizmust. A mű maga egész konkrétan azt jelöli meg, hogy megtiltja az állatáldozatokat, amelyeket a temetési rituálékon hajtottak végre. Erről szól egyébként ez az első oldal. Hogy Genghis Khan kap egy jóslatot az égiektől, hogyha a jelenlevők között vannak az iranisztika iránt érdeklődők, akkor egy ismerős név következik, Kormuzda Isten, azaz az iráni Ahura Mazda, mongol megfelelője, jóslatot mond neki, hogy a mongolok útja a buddhizmus. Hogy a mongolok megkapják azokat a szent szövegeket, és az ő feladatuk lesz a terjesztése, amit ma úgy ismerünk, hogy buddhista kánon. És akkor itt van egy ilyen nagyon sok narratívából ismert motívum, hogy ez a kánon, a teljes kánon, hát az ugye tudjuk, az 300 kötet, alászállt több mint 300 kötet, alászállt az égből, tehát ez egy tipikus narratív motívum az égtől való eredeztetett szent szövegeknél. Tehát alászáll, és Genghis legidősebb fia, nota bene, aki hát a történeti tények alapján Zsocsi, pont ő az, akinek a származása problémás, ezt tudjuk a korabeli, tehát 13. századi és későbben adatolt történeti tényekből is. Viszont ő lesz az, aki a vallásnak a letéteményese. És Kormuzda azt javasolja Genghisnek, hogy ő kezébe helyezze el a törvényt és az egyháznak az irányítását. A legidősebb fiú, akiből, és most jön a nagyon ahisztorikus rész, a Dalai Láma lesz. Az viszont megint csak történeti tény, hogy a 16. század végén a mongol-tibeti kapcsolatoknak köszönhető maga az intézmény létrejötte. Tehát ezeket a lámának a fejében meglévő történeti mozaikokat dolgozta és gyúrta össze egy ilyen nagyon izgalmas történetté, hogy mi lehetett az eredetiben, mert diftérről van szó, azt nem tudjuk. Mindenesetre a szóbeli hagyomány az azért keményen átalakította. Majd pedig van egy érdekes, akiket a hagyományos műveltség érdekel, vagy pedig a szokásvilág, hogy amikor Genghis szétosztotta hatalmát és az ország részeit a fiai között, az egyik fia az tabut tört. Ez nagyon fontos. Tehát a mongoloknál a cér, a tabu az kiemel. Tehát az a 13. századi utazók, mint a pápai követek, Plánokár Pini is feljegyzi, hogyha valaki belerúg a küszöbbe, júrt a küszöbébe, akár halállal is lakolhat, vagy hogyha kiöklendezik egy darab húst, tehát ezekre nagyon kell vigyázni. Most Genghis egyik fia, a történet szerint a legkisebb, tabut tör, azaz, ahogy írja, Javgan Szószon, az pedig azt jelenti, hogy guggolva ült. Na hát ez például napjainkban is adatolhat, hogy a jurtában úgy nem szabad ülni. És emiatt ő egy fura státuszt kap ebben az egész öröklési rendszerben. A következő motívumban Genghis szétosztja az inszinyákat, mindegyik kap egy lófarkas zászlót, és különböző valós uralkodói hatalmi jelvényeket, vagy pedig mesei motívumokból átvett, mint például a varázserejű fejsze, vagy pedig egy inkább a mesékből ismert kerek sapka, de erről még tanárnővel tárgyalhatunk, hogy vajon e mögött mi lehet, mert mesékből ezt jól ismerem. Ez néha a láthatatlanná tevő süveghez hasonlít, tehát mint egy ilyen varázsmesei motívum. Tehát ezeket szétosztja, majd pedig proféciál, tehát egy proféciát mond, és ez található itt meg a Hendauton,
átírásban. Egy kicsit, egy pár gondolatnyi bevezetőt írtam, a fordítást azt itt nem raktam mellé, tehát ez pedig a következőről szól. Ez a profécia egyébként egy létező, főleg a mandzsukorban elterjedt politikai profécia, egy műfaj volt, amellyel magyar kolléganőnk Sárközi Alisz foglalkozott rendszerezően egy pár évvel ezelőtt, és adott ki róla egy nagyon alapos alapművet. Tehát ez egy írásos forma, amelynek szanszkrit, kínai, tibeti eredetiei vannak. Na és nézzük meg, hogy a mongol proféciában mi történik. Dzsingisz tehát így jövendől. Ezek az én szavaim. Amikor eljön a végítélet, erre ugye van egy jó kis mongol kifejezés, ez a cuvincag, akkor a mongol népesség értelme elsötétedik. Akkor tehetetlenekké válnak. Akkor a búza nem fog többé nőni, nota bene, nomád társadalomról van szó, tehát hogyha nem nő a búza, itt minden esetre én kínai hatást gyanítok. Akkor majd a nemesek nem ismerik a törvényt, akkor majd nem esik többé eső, szárazság lesz, nem nő többé sem fű, sem fa, a Ganges, buddhista szövegekben gyakran előforduló motívum, a Ganges folyó kiszárad, és most jön egy-két érdekes mongol specifikum, sőt, eléggé talán az adott társadalomra értelmezhető, hogy a szerzetesi rendnek a tagjai feleséget vesznek, mint ahogy egyébként Bálintnak az adatközlője is. Amikor már minden egyes vízmosásban lesz egy kolostor, tehát ugye fölöslegesen sok lesz majd a valláshoz kötődő intézmény, ez az én kiemelésem volt, amikor a holló a hajnali fénnyel együtt szólal meg, ugye ez is fontos, mert ezek ómenek, hogy mikor károg a holló, az mi mindent jelent, ugye ennek nagyon pontos hagyománya van, és akkor itt jön egy-két olyan dolog, amikor asszonyok veszik kezükbe a törvénykezést, tehát ők lesznek az állam vezetői, amikor, és ez egy izgalmas és nomád motívum, amikor majd a kutya majd úgy fog vizelni, mint a ló, illetve hát ugye fordítva is, akkor, és itt jön be a proféciának a vége, hogy Jalair Huntajjinak, ugye, ami egy titulatúra elnevezés, ez a legkisebb fiú, akkor te veszed a kezedbe, és te fogod helyreállítani a mongoloknak a nagyságát. És ebben az az érdekes, hogy mivel ő tabut tört, ezért az elnevezése az volt, hogy pogány, tehát ő nem buddhista. Ő lett volna az, ami Dzogchi a történeti hagyományban, tehát az aranyhorda területét öröklő örökös, tehát magyarán ebben a korszakban egyfajta pozitív változást az északi, azaz az orosz területről várt egy buddhista profécia is. Nagyon elrejtve a szövegbe, de úgy gondolom, hogy ez így megtalálható benne. És akkor záró gondolatként, hogyha lesznek kérdések, nagyon szívesen válaszolok rá. Tehát a Mandzsú Csin dinasztiában a mongolság az identitását természetesen a Dzsingisz hagyományon, a buddhista valláson keresztül próbálta megtalálni, és valami olyan idegen hatalomnak a megjelenésével, aminek azért mongol kapcsolata van, hisz arra utal, hogy Dzsingisz legkisebb fia fogja majd uralni ezeket, a szövegben úgy hívják, hogy Tirsz, ez azt jelenti, hogy a tannal ellenkező, tehát egyfajta pogány népesség, hogy ők lesznek azok, akiknek a segítségével a mongolokat újra naggyá lehet tenni. És ez a szöveg, még egyszer hangsúlyozom, egyedülálló, a motívumai is, nagyon értékes, nagyon érdekes folklórszöveg, és nagyon érdekes abból a szempontból is, hogy én ezt megpróbáltam elhelyezni a Dzsingisz hagyományban a különböző tanító, intelem jellegű szövegekkel párhuzamba vetve, és hát arról én most nem ejtettem szót, hogy benne van a tökéletes uralkodónak is a képe, tehát egyfajta ilyen uralkodói tükör, azaz, hogy a tökéletes uralkodó, és akkor ez is Dzsingisz szájában van adva,
gyakorlatilag olyan, mint a mongol eposzok főhőse, tehát egy epikus hős lesz az, aki ismét a kezébe veheti a hatalmat. És ez az egyik nagyon izgalmas része, egyébként a többi is, de ez kiemelten érdekes része ennek a Bálint Gábor gyűjtésnek 1873-ból. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szépen köszönjük Birtalan Ágnesnek, és azt kell mondjam, hogy profinát hidalta, hogy úgy azt mondta, hogy nincs PPT-je, és van. Úgyhogy gyakorlatilag mindent láttunk. Azt szeretném kérdezni, mielőtt minden egyébre rátérünk, hogy van-e bárkinek valamilyen kérdése ezzel kapcsolatban? A Dalai Lámával hogyan köthető, a Dzsingisz fiai hogyan köthető össze? Ugye a Dalai Láma, mint intézmény, akkor jön létre, amikor Altan Khan találkozik Sunam Gyatsóval, a Gelugpa rend fejével, és gyakorlatilag egy politikai szövetséget kötnek. És a mongol uralkodók buddhista legitimációt kapnak, cserébe a mongol uralkodók, tehát ez most a történeti tény, amit elmondok, szövetséget, támaszt, katonai támaszt ígérnek Tibetben, és egész konkrétan ennek a rendnek, ami ugye a sárga süveges vagy erényelvű rend. És innentől datáljuk a Dalai Láma intézményt, ami egyébként mongol szó, a Dalai azt jelenti, hogy tenger. És innen datáljuk, ugye visszamenőlegesen két, tehát Táranátha, bocsánat, Avalokitésvara újjászületései, és visszamenőleg két megelőző Gelugpa főnököt is ebbe a láncolatba bevettek, és hát ugye ismerjük ennek a további történetét. Az én narratívámban pedig ez úgy jön át, hogy a legidősebb, ugye Dzsingisznek négy fia, megint csak történeti tény, és hogy a legidősebb fiú egy isteni beavatkozás, tehát az Ahura Mazdából a mongol panteonban Kormuzdává lett egykori, vagy hát nem csak egykori, hanem irányi fényistenség sugallja Dzsingisznek, hogy ez a fiad, ez a Dalai Láma. Tehát gyakorlatilag a 13. században visszahelyezi a 16. századi történéseket, hogy már akkortól van Dalai Láma, és hát itt jön megint a szóbeli narratívák, és az a mongol legitimációs törekvés, hogy nem tibeti, hanem mongol. Tehát, hogy az eredeti az mongol, és hogy a mongoloktól indul ki. Hát ugye tudjuk a történeti tényeket, hogy a mongolok katalizátorként működtek ebben végül is, hogy Tibetben kialakult ez, és hát vezető szerepet is kapott. És akkor a Dzsocsia? Hát az, akit mondjuk, hogy ha a legidősebb fiú, akkor Dzsocsival lehetne azonosítani, hogy ő lenne az, aki mondjuk így igen, a diáimon így egymás mellé rendeztem ezeket, hogy a narratívában, illetve a történeti eseményekben melyik fiú, melyik kinek feleltethető meg. A nevek sem azonosak egyébként, a titulusok sem, az inszinyák sem, semmi nem azonos, minden összekeveredik, de mindennek van mégis valami valóság kötődése, illetve az, hogy tényleg nagyon-nagyon erős a legitimációs törekvés, hogy igen, mi mongolok, tőlünk ered, mi vagyunk itt, miénk, és miénk lesz a hatalom. Tehát ez benne van. Köszönöm szépen a kérdést, és elnézést, hogy ezt így elég gyorsan ugrottam akkor át. Előadás címében, hogy Szent Dzsingisz Kán fekete könyve. Ha értelmezné azt, hogy a szentet ők hogyan értették, mennyiben tér el a keresztény szenttől, és mi volt annak a kritériuma, hogy Dzsingisz Kánra azt mondták, hogy szent. Akkor, és később ezt, ne adj Isten, valaki felülvizsgálta-e az eltelt időszak értékrendje alatt? A terminológia mindig nagyon bonyolult kérdés, ugye, hogy a ismert magyar vagy európai szakkifejezéseket hogyan egyeztetjük. Ez a mongol bogd, a bogda, az írott formája, a bogd, létező és egyfajta szentséget, tisztaságot jelent, ami inkább, sajnos kevés a forrásunk, tehát ez probléma, hogy vajon a buddhizmus előtti időszakban mihez kötődhetett. Mert én úgy gondolom, hogy buddhizmus előtti terminusról van szó, ami talán egy szent helynek, vagy egy tisztelt szellemnek lehetett a mellékneve. Manapság egyébként legtöbbször a hegyekre használják.
amikor a buddhizmus kanonizált különböző buddhizmus előtti hiedelmekből, vallási nézetekből származó szellemlényeket mondjuk istenség rangra emelt, akkor közülük nagyon sok megkapta ezt a bogd titulust, és ezt szoktuk általában így szentként fordítani. De egyébként ebből a szempontból valóban nagyon jó a kérdés, és itt a terminológiával állandóan egy ilyen szakadék peremén járunk, mert a keresztény konnotációból ugye nyilvánvalóan egy más dolgot sugall. Most a szentként tisztelt hegyek, mint például Dzsingisz születési helye, az Altaj különböző csúcsai, vagy az Ulánbátort körülvevő hegyek, vagy éppenséggel különböző magaslatok, ugye ezek szinte mind a bogd titulust bírják, de ugyanúgy egy egykori sámán istenség, akiről én egyébként elég sokat írtam, és az óráimon el is hangzott róla sok adat, akit úgy hívnak, hogy Daindérh, és egy nagyon izgalmas sorsú istenség, szellemlényből ugye sámán beavató, majd pedig bogd lett, mikor kanonizálta a buddhizmus. Tehát például ő is, és számos ilyet lehet megnézni. A szakrális szövegekben nem mindig következetes ezeknek a használata. Tehát a szakrális szövegek, és itt az én egyik nagy kedvenc kutatási témám, ez az úgynevezett népvallás, tehát az, hogy az eredeti hiedelem rendszerekre hogyan hatnak a tételes vallások, hát a területünkön elsősorban a buddhizmus, de vannak olyan területek a mongolság peremvidékén is, ahol azért az iszlám is hatott, vagy pedig Szibériában, a burjátoknál például a kereszténység is. Tehát ott már másképp rendeződhetnek ezek a fogalmak, vagy újra rendeződhetnek. Tehát például a biblia fordításoknál is ugye elég nagy probléma, hogy az eredeti terminológiával hogyan lehet operálni, mert annak viszont van egy sajátos mongol konnotációja, hogy például Istent mivel fordítják le, vagy a szentet, a szentséget hogyan értelmezik. Úgyhogy egyenlő ez a bogd és a szent megfeleltetés van. Dzsingisz pedig úgy kapcsolódik a rendszerhez, hogy őt, mint hadistent, mint a mongolság védelmezőjét kanonizálták a buddhizmusba, mint tételes vallásba. Hozzászóló szakrális szövegek is vannak, és hát akik a buddhizmusban otthonosan mozognak, ugye jól ismerik ezt a fogalmat, hogy Csakravartin, tehát ő tankirály lett, azaz olyas valaki, aki a buddhizmus által szentnek, a tant terjesztő uralkodónak tartanak. Egyébként az utódai alatt terjedt el inkább, de mivel ő a birodalom alapító, nyilvánvalóan ő is megkapja ezt a rangot. Ezek a proféciák beépültek-e valamilyen módon a kortárs, az utókor tudatába, akármilyen tudatába, politikai, vallásos, bármilyen egyéb tudatába, illetve próbálták-e a mongol nemzet sorsának fordulatait úgy értelmezni, hogy mint hivatkozási pontokra mutattak ezekre a proféciákra, egész távolról, mondjuk, mint ahogy Nostradamusszal történik. Köszönöm szépen. Sárközi Aliz kandidátusi értekezéséből tudjuk, aki összegyűjtötte ezeket a Lunden, vagy Vivangirid, vagy különböző szanszkrit vagy tibeti eredetű műfajú proféciákat, és ő ezt végigvizsgálta és elemezte, hogy mi az, ami ugye idegen átvétel. És a nagy része, itt ahogy én is mondtam, hogy nem is a mongolokra vonatkozik, hanem egyfajta kínai, ugye kulturális vagy gazdasági hátteret mutat, vagy pedig Tibetből kerül át. De van néhány nagyon tipikusan mongol jellegzetesség is benne. Most ezeknek bizonyos részei elterjedtek a népkörében, tehát akár én is, amikor terepmunkáztam, tudtam ilyeneket gyűjteni. És általában a kérdés abból a szempontból nagyon kiváló, hogy valóban értelmezik a modern időkre, de nem ennyire pontosan, mint mondjuk Nostradamusra, ha gondolnánk, hanem vannak olyan részei ezeknek a proféciáknak, ami ugye a szóbeli hagyomány része lett, hogy például a világ vége akkor közeledik, amikor amikor a fém féreg a földet ássa, amikor a fém
sáska az égbe repül, és hát folytatódnak ilyenekkel, mint amit itt hallhattunk is, hogy amikor a ló már nyúlméretű lesz, az ember könyöknyi lesz, tehát egyfajta ilyen zsugorodó világegyetem, illetve mondjuk a 20. századra utalóan a fém tárgyaknak, egy fúrónak, vagy egy repülőnek a megjelenése. Tehát ezek átkerültek, és a 20. században is gyűjthetők voltak. És ami még nagyon érdekes, hogy a szocializmus idején felhasználták ezeket, tehát vannak olyan proféciák, amelyek arról szóltak, hogy ugye a Dalai Láma láncolat mellett volt egy mongol főláma láncolat is, ők a Bogd, megint csak ugye szent, a Bogd Gegen, tehát fényességes szentek, akik Urgának, ahol Bálint gyűjtött, a főpapjai voltak. És 8 újjászületés volt a 20. század elejéig. Egyébként az utolsó az elég jó politikai érzékkel rendelkező, mert ő Kánná is lett, tehát megkoronázták. És az ő ideje alatt elkezdtek terjedni olyan proféciák, hogy ez volt az utolsó újjászületés. Sőt, a szocializmusban, ami aztán végül is a magyarországi szóhasználatba is átment, ha jól emlékszem, Nagy Károlynak volt talán ez a műve, hogy a 9. újjászületés, tehát hogy a 8 fő pap, nevezzük így, tehát ugye fő apát, mellett a 9. az az új rendnek a megszületése, tehát hogy ez lezárul. Aztán közben persze kiderült, hogy volt valóban egy 9. újjászületés Tibetben, a Dalai Láma környezetében, aki Magyarországon is járt, meg amikor a szocializmusnak az ideje leáldozott így a 90-es évek elején, akkor ezt az összmongolság is tudomásul vette, és kiderült ez, hogy valóban van egy rejtett újjászületés. Tehát így hatottak, és így politikailag még fel is használták ezeket a proféciákat, az ellenkező oldal is valamilyen szintig. Nagyon szépen köszönjük a tanárnőnek az előadást, és önöknek a megtisztelő figyelmüket. Várjuk önöket egy kávéra, és most nem annyira szertartásos, hanem informálisan is, mindenki még megnézheti a könyveket még egyszer, és még egy kávé mellett is a tanárnőt a további kérdésekkel le lehet majd támadni, aki megígérte, hogy ezekre fog még válaszolni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm a megtisztelő figyelmet.